Semmelweis nap. Átadták a Karolina Kórház rendelőintézet és az önkormányzat elismeréseit. 5 egyesület osztotta meg tapasztalatait, ismét megszervezték találkozójukat a civil szervezetek. Üvegbe zárt varázslat, homokfúvásos egyedi alkotások a Flash központban. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. 1992 óta Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének születésnapja, július 1-e a Magyar Egészségügy napja. Ebből az alkalomból köszöntötte Moson Magyaróvár az egészségügyi dolgozókat július 3-án a Part rendezvényházban. Az idei évben Moson Magyaróvár kiváló egészségügyi dolgozója díjat vehetett át Kovácsné Pintér Eszter, Vájlokné Offenbeck Lívia, valamint Vörös Lívia. A Part rendezvényházban várták idén a város egészségügyi dolgozóit, ahol Semmelweis napi ünnepséget tartottak július 3-án szerda délután. A városi ünnepségen először a közelmúltban elhunyt házi orvosra, dr. Janszky Gizellára emlékeztek egy perces néma főhajtással. Ezt követően Iváncsics János mondott ünnepi köszöntőt, aki beszédében megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját. Tudjuk, hogy mennyi nehézséggel küzd az ágazat, tisztában vagyunk a problémák többségével. Éppen ezért kell kifejeznünk nagyra becsülésünket és hálánkat Önök felé. Köszönetünket fejezzük ki azért, hogy nap mint nap szolgálnak, nap mint nap felveszik a fehér köpenyt, és segítenek a betegeknek, beutaltaknak, balesetet szenvedőknek. Rendkívüli figyelem hárul Önökre. És a hála mellett sajnos nem tetszésüket is kifejezik sokan, hol máshol, mint a közösségi médiában. Az alpolgármester beszédében hozzátette, azt kívánja az egészségügyi dolgozóknak, hogy jöjjön el az az idő, amikor igazán idilli körülmények között dolgozhatnak majd. Az alpolgármesteri köszöntőt követően Herceg Csaba, a 2023. évi kiváló egészségügyi dolgozója mondta el Semmelweis napi beszédét. Úgy gondolom, Moson-Magyaróvár városában legtöbbször tényleg valódi közösségként működünk együtt mi, egészségügyiek és a városvezetés, hiszen mindannyian ugyanazért dolgozunk. Egy biztonságos, jó helyi betegellátásért. Ennek eredménye az, hogy az évről évre újra aktiválódó kórházügyünkben mindig segítő jobbot nyújtott a város, de emiatt az együtt, válvetve, közös elhatározásból végzett munka miatt létezik a hétvégi fogászati ügyeleti ellátás is Moson-Magyaróváron egy olyan településen, ahol ezt egyébként semmilyen törvényi kötelezettség nem írja elő. Az eseményen szintén köszöntőt mondott Jennei Júlia Kinga főigazgató, aki elsőként a városvezetésnek köszönte meg az elmúlt évek anyagi támogatását. Mely támogatás nélkül a kórház fennmaradása kérdéses lett volna. Bár az anyagi támogatás 2022 óta már nem volt lehetséges, segítőkészségük nem maradt el. Megbecsülésüket a minden évben megszervezett Semmelweis napi ünnepségeken, néhol az adminisztratív tevékenységekben nyújtott segítség által, a biztatás, az elejtett jó szó által ugyanúgy megmaradt, segítséget nyújtott továbbhaladásunk érdekében. A főigazgató köszöntője után elsőként a Semmelweis napi elismeréseket adták át, majd főigazgatói dicséretet vehetett át Szikora Eszter, Glázerné Tóth Beatrix, valamint Csonti Róbert. Kiváló dolgozói díjat vehetett át dr. Hídi Eszter, valamint Kelemen Zsuzsanna, míg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelét Fettik Adél vehette át. A városi Semmelweis napi ünnepségen aztán orvosi kinevezéseket adtak át, majd főorvosi dicséretben részesült dr. Balogh Csilla és dr. Marton Péter. A Karolina Kórház rendelőintézet díjai után Moson-Magyaróvár önkormányzata adta át elismeréseit. Moson-Magyaróvár város kiváló egészségügyi dolgozója díjat kapott az idei évben Kovácsné Pintér Eszter védőnő, aki nem tudott részt venni az eseményen, majd szintén kiváló egészségügyi dolgozója díjat vehetett át Vájlokné Offenbeck Lívia, a Karolina Kórház rendelőintézet krónikus osztályának főnővére. Nagyon büszke vagyok rá. Ugyanakkor ezen kívül köszönettel tartozom családomnak a mindenkori támogatásért, segítségnyújtásért, illetve a kollégáimnak a mindennapokban végzett munkájukért. Ígérem, hogy amit eddigi munkám során a betegekért megtettem, azt a jövőben is meg fogom tenni, hogy méltó maradjak erre a díjra. Ugyancsak Moson-Magyaróvár város kiváló egészségügyi dolgozója díjjal ismerték el Vörös Lívia iskolaorvos munkáját. Itt születtem, itt nőttem föl,
a teremben lévők nagy részének köszönhetem azt, hogy most itt állok, akár azért, mert a kollégáim és a mindennapokban segítenek, akár azért, mert tanítottak, okítottak középiskolába korábban vagy azóta a szakmára. Szeretném megköszönni a családomnak, és nagy örömömre itt van az édesanyám és az édesapám. Őnekik külön köszönöm, hogy az vagyok, aki lehetek. A díjak átadása után az idei évben a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei és tanárai mutatták be ünnepi műsorukat. Az idei szemmelweisnapi városi ünnepség teljes egészét július 13-án és 14-én televíziónk műsorán is megnézhetik majd. Hosszú évekre visszanyúló hagyománya van annak a találkozónak, amit 5 civil szervezet rendez minden július 1. kedjén a Bicónál. A találkozó és a szakmai eszmecsere idén sem maradt el. A Mosoni Polgári Kör, az Óvári Gazdászok Szövetsége, a Széchenyi Polgári Kör, a Moson-Magyaróvári Városvédő Egyesület, valamint a Kertbarátok július 2-án találkozott egymással. A Mosoni Polgári Kör, az Óvári Gazdászok Szövetsége, a Széchenyi Polgári Kör, a Moson-Magyaróvári Városvédő Egyesület, valamint a Kertbarátok körének tagjai gyűltek össze kedd délután a Bicón, hogy megtartsák éves találkozójukat. A civil szervezetek találkozója 30 éves múltra tekint vissza, és minden évben alkalmat biztosít arra, hogy erősítsék az egyesületek közötti kapcsolatokat, tapasztalatokat cseréljenek a szervezetek egymással, valamint hogy akár közös programokat is szervezzenek. Tulajdonképpen ennek a találkozónak az a célja, hogy hát az első fél éves hajtás, vagy hát mondhatnám úgy is, hogy a szeptembertől a nyári szünetig való hajtás után egy kicsit kifújjuk magunkat, és idézőjelbe téve fehér asztalnál is találkozzunk, és váltsunk szót, és tervezzük a jövőt. Az idei találkozón egy új, egyedülálló kezdeményezésre is lehetőség nyílt. A tervek szerint ugyanis a Fekete-Erdei úti temető mögött lévő önkormányzati területet gondozhatnák majd közösen a civil szervezetek. Mi lenne, ha akár nem is egy közösségi kertként, de egy kis gyümölcsöst létrehoznánk oda. Tehát most is van beültetve oda 300-400 darab fa. Én kim voltam tavasszal, két barátommal megmetszegettük, megcsináltuk, elég rossz állapotban van, az őzek nagyon sok mindent tönkretettek benne, de hogyha ez körbe van kerítve ugye a terület, hogyha megvannak csinálva ott a kis lukak, ez az amaz, akkor gondolkodhatnánk. Mindaz 5 civil szervezet aktív első fél évet tudhat a háta mögött. A Városvédő Egyesület Moson-Magyaróvár műemlékei című kiadványa idén jelent meg, ami a Huszár Gábárosi könyvtárban bárki számára elérhető és megnézhető. Az idei évre pedig még egy nagy tervvel készülnek a városvédők, ugyanis egy sétányt alakítanának ki a Bicótól, a Spiccen, a Halászi hídon át egészen az UFM arénáig, a város folyóit követve. Ez egy nagyon nagy terv, egy gyönyörű terv mondhatnám úgy, mert megnyitná tulajdonképpen egy kicsit az utat, megnyitná a teret a városlakók számára a vizek felé. Az a meggyőződésünk, hogy a város elzárkózott ezektől a vizektől, a Dunától, a Lajtától, ennek bizonyos részletét, a hidak melletti részt látják, egyébként azt a csodálatos természeti szépséget, amit ezek a partok rejtenek, ez a látvány, ez nem sokan ismerik itt Moson-Magyaróváron. Moson-Magyaróváron kiemelkedő a civil szervezetek aktivitása, aminek tagjai igyekeznek egymás munkáját támogatni és segíteni. A Moson-Magyaróvári Civil Szövetség is megszervez idén hagyományos civil piknikét, amire majd július 13-án várják a szervezeteket. Újabb kiállítással várják a Flash központba érkezőket. A bal galériában ezúttal ugyanis homokfúvásos, valamint homokfaragásos technikával készült alkotások kaptak helyet, amik július 17-ig tekinthetők meg. Egy sárkány, egy Mercedes és egy női alak is helyet kapott azon a kiállításon, amire a Flash központban várják az érdeklődőket, és ahol Horváth Attila mutatkozik be homokfúvásos munkáival. Horváth Attila 15 éve foglalkozik ezzel a technikával, először kisebb alkotásokat, majd egészen nagyokat is készített.
tükrökkel és üvegekkel, ezeknek a homokfúvásával, és nem csak az általános, ugye, hogy csak a hátsó fele van ugye a foncsor leszedve, hanem egy hárdimenziós alkotás hozok vele létre, úgyhogy különböző mélységrétegeket fordítva a tükrözött irányból ugye homokfújok bele, és egy LED szalag évvilágítással tulajdonképpen ezt díszítve megvilágítva különböző színekbe ugye ezt lehet tulajdonképpen továbbfejleszteni. Ezt a technikát főként reklámtáblákon alkalmazzák, de egyedi művészeti alkotásként is megállják a helyüket. Poharakon, boros palackokon, kulcstartókon is jól mutat ez a technika, egészen apró felületeket is lehet így díszíteni, de jól mutatnak a fotótechnikus homokfúvással készült részletgazdag képek is. Az első nagyobb munkám itt az a sárkány, és azt lehet mondani, hogy az az, ami ugye a legközebb áll a szívemhez. Egyszerűen van egy története is. Aztán a Mercedes, van egy női arc, ezek tulajdonképpen, ami azt lehet mondani, a legnagyobb munkáim eddig. Ezek ugye megvilágított ugye, tükörfelületek. Hárdimenziósak. Horváth Attila önálló kiállítása július 17-ig látogatható a Flash központban. A Határtalanul program keretében 3 napot töltöttek Felvidéken a Piarista iskola 7. osztályos tanulói nemrégiben. A program egyik célja az volt, hogy meglátogassák a még ma is működő piarista intézményeket, illetve olyan emlékhelyeket, amiknek piarista kötődésük van. A program másik célja, hogy élő kapcsolatot tartson az iskola a felvidéki magyar diákokkal. Így látogatták meg Szencen, a már testvér iskolájuknak mondható szenci magyar tanítási nyelvű alapiskolában tanuló diákokat, valamint tanárokat. A diákok idegenvezetője Bereb Zsolt, a Moson-Magyaróvári iskola egykori igazgatója volt. A diákok a 3 nap alatt ellátogattak Bajmócra, Selmecbányára, Nyitrára, Alsóbodokra, de jártak még Tallóson, Deákiban, Léván, Trencsénben és Privigyén is. Néhány mondat van a hétvége időjárásáról. Szombaton a napsütésé lesz a főszerep, csapadékra nincs kilátás. Erős, élénk lesz a szél, napközben 33 fokot mérhetünk majd. Vasárnap is marad a napos idő, amit helyenként kisebb felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar kialakulhat, marad az élénk szél és a 33 fokos nappali csúcs. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most Hírháttér című műsorunk következik, aminek vendégei Bugár Bertalan, a Chang Shaolin Kung Fu SE elnöke és Tonomár Edvard András, az Egyesület versenyzője. Ezután a Szomszédvár című turisztikai magazint nézhetik meg. Hétvégén a Szavária filmszemléből nézhetnek meg válogatást. Híreinket megtalálják és visszanézhetik közösségi oldalainkon és honlapunkon is. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!